én Brenda vagyok, és meg is érkeztem a következő videómmal. Még mindig egy kicsit beteg a hangom, úgyhogy elnézést kérek, hogyha elcsuklik. Most mostam hajat, úgyhogy ebben az egész videóban valószínűleg elég katasztrofikus lesz a hajam, mert még picit vizes, viszont nem is ez lesz a lényeg, hanem a ruhák, úgyhogy el is mondom, hogy miért vagyunk ma itt. Ha követtek az Instagram oldalomon, akkor láthatátok, hogy nagyjából pár héttel ezelőtt tettem ki egy ilyen kérdések matricát, és arra kértelek titeket, hogy írjatok helyeket, programokat, különböző alkalmakat, amikre szeretnétek tanácsot kérni, vagy csak megnézni, hogy én mit vennék fel erre az alkalomra, erre a helyszínre, legyen ez mondjuk egy randi, esküvő, babaváró, buli, ilyeneket láttam nagyjából. Szóval ezeket kértem, hogy írjatok ilyen lehetőségeket nekem, és én majd megmutatom, hogy szerintem én mit vennék fel ezekre a helyekre, alkalmakra, és hagyd mondjam el, hogy brutálisan sokan írtok, szerintem több száz kérdés matrica van, úgyhogy ezúttal is elnézést kérek attól, akinek nem fog megjelenni itt a kérdése, de rengetegen írtatok, és nagyon sokan ugyanazt írtátok, úgyhogy ebből nem fogok kitenni csak egyet, de mondjuk az esküvő, legyen az mondjuk téli esküvő, vagy csak szimplán esküvőre, jött szerintem vagy 100 ilyen matrica, szóval nyilván egyet fogok ide kitenni, és az a válasz megy majd mindenkinek. Most leültem, hogy átgondoljam, hogy akkor most ez hogyan is fog zajlani nélkül, hogy felrobbanjon a nappali, meg az egész ház és ruhák fedjék be az összes lehetséges felületet. És arra jutottam, hogy amit tudok, azt így outfitbe fogom megmutatni, hogyha nekem is vannak olyan darabok, amiket szívesen felvennék, de tényleg csak azok, amiket szívesen felvennék. Viszont, hogyha olyanok vannak, amikre én magam se öltöznék fel a saját garderobomon, tehát valószínűleg új ruhát vennék ezekre az alkalmakra, azokra pedig úgy fog történni a válaszolás, hogy az outfit, amit én elképzelek, azt megpróbálom összeállítani a Pinteresten kiválogatott képekből, és a képeket fogom nektek betűzni és elmagyarázni. Szerintem ez így lesz a legkivitelezhetőbb és legátláthatóbb, mert voltak olyan kérdések, én csak így átfutottam most a kérdéseket, de volt olyan benne, amire nekem is el kéne menni vásárolni, hogy mit vegyek fel, szóval ez, erre a Pinterest lesz a megoldás. Na de ahelyett, hogy bablatyolok tovább, szerintem vágjunk is bele, mert ahogy említettem, brutálisan sok a kérdés. Remélem, hogy ez belefér mind egy videóban, és én bírom szusszal. Igen. Mézes tea bekészítve. Remélem, nem forrázom le magam. Jobb lett. Ássuk meg egy másodpercre, még mielőtt belevágnánk a videóba. Tudom, hogy nagyon őszies lett a hangulat, de most szerkeztem meg ezt a videót. És rájöttem, hogy érkezett egy csomag, amit meg kell, hogy mutassak nektek minél hamarabb, és hát ez a leghamarabb módja, hogy ezt meg gyorsan beleszerkeztem a videó elejére, mint hogy inkább várjatok a jövő heti, vagy az utáni heti videóig, úgyhogy már is mondtam, mik érkeztek. Szóval ez lenne az első termék, már a doboza is teljesen elájultam tőle, amikor megérkezett, és ami benne van, az nem más, mint az én esküvői cipőm. Annyira durva ezt mondani, hogy pipát tehetek emellé, és nem kell ezzel többet foglalkozni. Igazából ez ilyen pici részletkérdés, tudom, vagyis hát kinek mi. Én úgy voltam vele, hogy ki tudja, meddig fogom keresni a tökéletes esküvői cipőt, és el sem hiszem, hogy már megtaláltam, ugye jövőre lesz az esküvünk, és ez a csoda lesz a lábamon. Egyszerűen meseszép. Az egész orra végig köves és csillog, és egy ilyen netz, ilyen hálószerű az egész cipő. Ekkora nagyjából a sarka, nem tudom hány centi, de nagyon kényelmes, így néz ki a talpa. Már tegnap volt rajtam, egy darabig itthon flangáltam benne, hogy milyen lesz. Szerelmes vagyok belé, tényleg nem gondoltam, jaj, fordítva kell fogni, nem gondoltam, hogy ennyire tetszeni fog, és ennyire kényelmes lesz, de nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ez egy biztos darab, imádom, és nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen kényelmes. Féltem, hogy milyen lesz. Tudtam, hogy valami nagyon extra cipőt szeretnék, viszont tudtam, hogy olyan szintű
pénzt nem akarok rákölteni, mert valószínűleg nem lesz rajtam többet, úgyhogy ez imádom, szó szerint imádom. A második termék lehet egy kicsit izgalmasabb mindenkinek, mert valószínűleg többetek tudná használni ezt, mint a nagyon csillogós cipőt. Ezt a csodaszép táskát rendeltem, szóval itt van ugye a kis Chanel részlet, ez egy full fekete táska, a lánca is ugye végig fekete, illetve így néz ki belül. Kiveszem nektek a belsejét, hogy láthassátok mekkora. Ekkora belülről, oda is oda van írva a logó, illetve itt hátul is van egy zsebe, ami patenttal működik. Így mi. Egyszerűen meseszép, mindjárt megnézem a pántját, mert azt még nem bontottam ki. Szóval ilyen pánt van hozzá, ez is végig fekete, és ez a része, ami a vállára megy az embernek, itt van egy ilyen betét, hogy kényelmesebb legyen. Egyszerűen csodaszép ez a táska, semmi ilyen nagyobb táskám nincsen, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép. Annyira puha, bárcsak hozzá tudnátok érni, egyszerűen olyan, mintha vaj lenne, annyira szép és annyira puha. Hibát nem találni rajta tényleg, úgyhogy ő volt a második választás, ebben a kis porzsákban érkezett, és ahogy említettem, megtaláljátok a kódot odalent, hogyha ti is szeretnétek rendelni. Szóval az első kis matrica egy Pinterestes választ fog kapni, téli esküvőm vendégként. Azt hiszem, ebből is több érkezett. Szóval én vagy valószínűleg egy ilyen hosszabb ruhát, ami hosszú jó és hosszú ruha. Szóval el tudok képzelni egy ilyen bársony ruhát, ami kicsit így hozza ezt a karácsonyos téli varázs hangulatot. Nyilván, ami nem fehér, hanem mondjuk egy bordó, vagy egy ilyen erős méregzöld, azok szerintem nagyon szépek lehetnek, nagyon szépen lehet kiegészíteni őket a minimális, de csillogó ékszerekkel, kis táskával. Valószínűleg így képzelném el, megpróbálok majd egy ilyen képet ide betenni nektek. A másik variáció, ami inkább szerintem őszi, ezt inkább őszre, azt mondanám, télinél maradnék ennél a hosszújú bársonyruha megoldásnál, viszont őszre valószínűleg egy ilyen zakószettet választanék esküvői vendégként. Szerintem sugallja az önbizalmat egy ilyen szett. Igazából nekem még nincsen a gardróbomba egy ilyen nagyon erős női zakószett, de nagyon-nagyon tetszenek másféle színekbe. Ha őszi az esküvő, akkor vagy egy ilyen gesztenyebarnát, vagy egy ilyen égetett narancssárga színben, valamilyen ilyen bézses, ami nem a fehér felé, hanem inkább ilyen barnások felé hajlik, valami olyasmibe tudnám elképzelni, de nyilván ezt az akuszetet akár nyáron is kivitelezni lehet egy kisebb trikóval alatta. Egy ilyen babakék színben, vagy babarózsa színben, ezek a szettek mindig tökéletesek, mert kényelmesen érzi magát benne az ember, tök jól néz ki az elejétől a végéig, és valószínűleg olyanban nem sok ember lesz, úgyhogy nem lesz az, hogy ugyanabban a ruhában mentetek, ami épp a legtrendibb az arába, szóval valószínűleg ezeket választom el. Egy sétához vagy biciklizéshez a szabadban. Na, ezt maximálisan kivitelezni tudjuk a saját garrobomból, úgyhogy adjatok egy percet, már is átöltözök, és hozom, hogy mit vennék fel egy sétához. Következő outfit a sétálás és biciklizéshez. Biciklisort. Egyértelmű válasz. Az esetek 90%-ában biciklisortban fogtok megtalálni. Nagy rész mindenhova ebbe megyek amúgy, nem csak biciklizni, meg sétálni, hanem boltba, postára, kutyát sétáltatni, kutyákat megnézni, barátnőmhez átmenni, mindenhova biciklisortba járok. Tegnap is ez volt, sőt, ez a szett volt rajtam. Ezt most a szennyesbe vettem ki, hogy megmutassam nektek. Egy ilyen kis crop topot választottam, ami van rengeteg színben, de most rózsaszínhez volt kedvem, és valószínűleg ezt a cipőt venném fel, ami már nagyon-nagyon szét van, tehát ez kifejezetten ilyen játszós cipő, és ez a legkényelmesebb cipő, ami valaha volt a lábamon, úgyhogy ebbe szoktam menni bármilyen nagyon aktív programra, ami biciklizés, vagy sétálás. Ugye láthattatok korábbi videóimban, hogy kaptam egy elektromos biciklit, ami a szerelmem azóta is majdnem napi szinten használatban van, és minden alkalommal ezzel a cipővel tekerem, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a cipőt, majdnem annyira, mint a biciklit.
nem is megközelíthetetlen, de ez lenne a szett, és az ovni az maradna rajtam, mert imádom, amikor az ovni kilóg a tornacipőből. A következő kérdés egy fokkal izgalmasabb. Mit vennék fel a sivatagba? Sose voltam még sivatagba, meg se fordult a fejem, hogy bármikor is elő, tehát hogy gondolkozzak rajta, hogy mit vennék fel egy sivatagba. Valami biztos, hogy fehér. Fehér ruha, kicsit ilyen szellősebb ezek a szálló ruhák, azok nagyon jól tudnának kinézni szerintem, és mindenképpen valahogy egy sálat bele komponálnék, vagy a fejemre kötve, vagy pedig egy ilyen szállós fehér szoknya, aminek a felső részét mondjuk egy sálat kötnék itt a mell körül meg, és akkor ehhez az outfithez vagy egy ilyen bézs színű bakancs, vagy egy papucs, amit igazából leveszel, amint a homokba érsz, és fogod a kezedbe, mert tökre irreális, hogy papucsba járkálsz a homokba. Viszont az valószínűleg meg fog égetni a talpad, de csak tippelek. A másik verzió pedig az egyszerűbbik, ami egy ilyen, mint egy ilyen sivatagi terepjárós outfit, úgymond, hogy egy ilyen magasabb szárú bakancs, megpróbáljuk a homokot a cipőn kívül tartani, és mondjuk egy farmer short, egy matching crop toppal, és mondjuk a fejemre kötve a sálat, napszemüveg, vagy valami ilyesmi, ami tényleg szellőzik, nem sok ruha, de a homok se kerül bele semmibe, viszont nem annyira extrém, mint az első outfit, magamat is már valószínűleg szenvednék, de az első outfitet vinném. Ilyen vagyok sajnos. Következő kérdés, mit vennél fel egy kirándulós, de szép helyen vacsizós napra, ha nem tudsz időközben átöltözni? Hú. Az igazi kérdés, hogy egyáltalán belemegyünk ilyenekbe? Ez, tehát hogy mennyire kirándulós ilyen, ha hegyet mászunk, dombot mászunk, valamit mászunk, és utána megyünk mondjuk egy 4 csillagos étterembe, vagy mennyire több információ szükséges, de tegyük fel, elmegyünk mondjuk kisvonatozni Lilafüredre, vagy valami ilyesmi, tehát hogy Nina, ne jezges! Or, valószínűleg egy egyberészest választanék. Mindjárt megnézem a szekrényemet, mert szerintem ezt meg tudom oldani a gardróbomból. Nézzük meg. Szóval, ezt állítottam össze, vagyis hát csak felvettem, mert ez egyrészes. Ugye említettem, hogy egyberészest választanék, viszont a szoknyás, tehát a ruhákról aggódtam egy picit, csak már szoknya, nem tudom, a kirándulás nem mennyire lehet jó, úgyhogy mindenképpen egy ilyen rövid nadrágosat akartam, de ennek ilyen nyitott a hátulja, szóval nagyon csinos is lehet a vacsi közben. Szerintem ezzel még el lehet menni egy szebb helyre, illetve egy tornacipőt választanék hozzá, csak hogy kényelmes is, de mégis extrém. Remélem, hogy a túrázás közben, vagy nem tudom, hol kirándulunk, nem megy nagyon tönkre, de mondjuk, ha Szilvásváradon sétálunk, akkor ez tökéletes. Szóval tényleg nem tudom a többi információt, de ez lenne a szett, mit gondoltok? Következő kérdés, mit vennék fel egy tengerparti nyaraláson, kánikulában? Több ötlet is jó lenne. Fú, szerintem ez egy kérdés, amire órák hosszat tudnék válaszolgatni a saját szekrényemből, illetve Pinteresten keresztül is. Saját outfitjeimből, hát lehet, hogy nincsenek itt ezek a ruhadarabok. Mivel sajnos nálunk garrob hiányban szenvedünk, ezért a ruháimnak egy része, amit nem gyakran használok, az Miskolcon van a szüleimnél, és hát így, ha mondjuk tengerparti nyaralásra mennék, akkor hazamennék előtte elhozni a ruhákat. Szóval ezt valószínűleg nem a saját szekrényemben fogom most megválaszolni, bár van pár ilyen nyári ruhadarab, de mégse. Meg tudom válaszolni viszont Pinteresten képekből. Szóval kezdve az első és legkézenfekvőbb ötlettel, rengeteg bikini. Ezeket a bikiniket úgy is tekints, mint az outfitjeidet erre az időtartamra. Ahol tengerpart van, ott az emberek megszokottan bikinibe vannak egész nap, minden nap, mert sose tudni, mikor fogsz kikötni a tengerparton. Bikinibe bárhova, bármikor elmehetsz, mint felső, mint melltartó, mint bikini felső, tökéletes lesz, úgyhogy úgy pakolt be a bikiniket, hogy szerintem abból legyen a legtöbb variáció, legyen egy fehér, egy mintás, egy sima fekete, sima színűek, stb. Mert ezeket a felsőket, főleg, hogyha ennyire meleg van, hogy kánikulába is kérdezed a kérdést, akkor
ezeket a bikini felsőket felsőként tökéletesen fognak működni. A TikTok tele van ezer meg egyféle megkötési verzióval, hogyan kösd meg a bikini felsődet, úgyhogy ezeket ajánlanám figyelmetekbe, illetve az első konkrét outfit ezen a bikini felsős témán kívül beach cover-upok. Tehát ezt a képet pont beteszem ide, amúgy ezt a darabot vettem volna fel a saját garderobomban. Ez egy ilyen horgolt nadrág, ami tökéletesen működik bikini cover-upként, de hogyha mész bárhova, akkor lényegében fel tudod venni, mint nadrág is. Hogyha esetleg nem érzed magad komfortosan egy bikinivel alatta, akkor egy ilyen vannak ezek a bicikli nadrágok, mondjuk egy fehér rövid nadrág alá, egy ilyen bicikli nadrág szerintem tökéletes, és akkor mehetsz is benne bárhova. Pár másik ötlet, amit itt megjelenítek, az első ezek a beach cover-upok, amik ezer meg egy helyen kaphatóak általában nyáron. Ezt minél hosszabb, annál extrább igazából, csak rákapni a bikinire, megkötni a derekánál, és úgymond egy hosszú ruha is lesz belőle. Illetve én nagyon szeretem a nyitott hátú dolgokat nyáron, főleg, hogyha nagyon meleg van, olyan jól esik a kis szellő a hátamon. Illetve, amit biztos, hogy betegyél, az egy fehér ing, legyen ez egy oversized ing, egy férfi ing. Én megpróbálnék egy ilyen lenvászon inget szerezni, hogyha esetleg nincs, ahelyett, hogy ez a ropogós fehér ing legyen, csak mert a tengerpart témájával az jobban illik, viszont ezt a fehér inget fel lehet venni egy rövid nadrággal, fel lehet venni csak a bikinire rá cover-upként, fel lehet venni akár ilyen bikini vagy melltartó nélkül, csak megkötött középen, és egy ilyen kis top lesz belőle, rengetegféle módon lehet variálni, és egy fehér ing mindig tökéletesen illeszkedik a tengerparti képeken. Vennél fel egy alpesi hegyi túrára, hát, hogyha hegyi túra, akkor valószínűleg jó lenne egy ilyen elég komoly bakancs, ami erre van kiképezve, hogy nehogy csúszom. Kicsit könnyű, de mégis meleg szettet, ezt azt értve, hogy nem a legnagyobb, legbundásabb kabátot, mert azért annak van súlya. Nyilván vannak ezek a melegséget megőrző cicanaci, meg ilyenek, úgyhogy azokból biztos, hogy vennék fel, vagy három rétegnyit, és akkor gondolom hónadrág, egy ilyen komoly kis bakancs, illetve felőre is rétegesen. Ha tényleg ilyen hegymászós a túra, akkor ott nem viccelünk, tényleg azt veszem fel, ami biztonságban fog tartani. Viszont, hogyha mondjuk a barátokkal menjünk kirándulni, és mondjuk síelés, vagy ilyen helyi kuckózás lenne, akkor valószínűleg valami ilyesmi outfiteket képzelnék el. Nagyon-nagyon-nagyon régi álmom egy moon boot, annyira tetszenek. Én csak egyszerűen nem tudom megmagyarázni magamnak, hogy minek megvenni, amikor szó szerint minden évben egyre kevesebb a hó. Itthon nincs értelme moon bootot venni, hogyha esetleg járnék több olyan helyre, ahol tudnám használni, akkor biztosan vennék, de nekem nagyon tetszenek. Illetve biztos, hogy vinnék egy ilyen nagyon szörmés teddy kabátot, sapkák ne továbbja, nagyon-nagyon szeretem a sapkákat, imádom, hogyha jó melegek a füleim, úgyhogy valami ilyesmit képzelnék el. Következő kérdés, mit vennél fel, ha a sportost az elegánssal kombinálnád? Erre nagyon sok darabom van, mivel ez alapjáraton is valamilyen szinten az én saját stílusom, úgyhogy már is hozok nektek egy outfitet. Nagyon-nagyon kerestem ezt az outfitet, mert megvolt a pontos outfit, hogy mit akarok felvenni ehhez a kérdéshez, és sehol nem találom azt a kis felsőt, ami rajtam volt, de úgy voltam vele, hogy igazából már 1500-szor átöltöztem, minden is a feje tetején van, úgyhogy nem csoda, hogy nem találom. Szóval beillesztem ezt a képet, ez a kép az, amit most próbáltam megmutatni nektek videóban, és hát lényegében ezen a képen is én vagyok, úgyhogy ez az elképzelésem az elegáns és sportos kombinációjáról. Láthatjátok, hogy egy biker short, egy ilyen kis sportmelltartó és egy egyszerű ing van rajtam, de már az ing ugye átviszi az elegánsabba, és ezt még azzal dobtam fel, hogy egy ilyen night out kis táskát tettem mellé, illetve egy magas sarkut, ami nyilván tökéletesen kombinálja az elegánsat, de ezt lehet mondjuk fordítva is, hogy egy elegánsabb kis ruci, legyen az egy szatén ruci, egész extrém egy ilyen szatén vacsihoz felvett ruci is lehet, egy fehér tornacipővel, szóval ide-oda lehet variálni őket. Általában a cipő a meghatározó,
hogyha sportos cipő van rajtad, de kicsit szeretnél csinosabb lenni, de kényelmesen sportos cipőben, akkor a ruhád kell, hogy extrább legyen. Viszont, hogyha szívesen veszel fel magas sarkút, de nem akarsz túl-túl öltözködni, akkor a ruhádat kell egy picit visszafogni, és mondjuk egy biciklis sorttal felvenni a magas sarkút, vagy egy rövid nadrággal, vagy egy farmer. Az egyik kedvenc outfitem az egyszerű ilyen szakadt kék farmer tűsarkúval. Azok chef's kiss, úgyhogy ezeket tudnám még hozzáfűzni ehhez az outfithez. Következő kérdés, mit vennék fel irodai munka végzéshez? Mivel én dolgoztam már OTP-ben, ezért sajnos tudom, hogy mit vennék fel, és bár azokat a darabokat majd, hogy nem elégettem, van még pár olyasmi, ami beillenne. Nálunk ugye fehér felső volt a elvárt, illetve a nadrág az egy ilyen vagy fekete, vagy valamilyen színvilágú nadrág. Az a lényeg, hogy össze tudok állítani szerintem valamit a szekrényemből, úgyhogy nézzük is meg. Irodai munkavégzéshez ezt a szettet választom. Nem tudom, mennyire szigorú ez az iroda, hogy a vállaim kint lehetnek-e, vagy sem. Volt már olyan munkahelyem, ahol nem, de most rajta volt ez a body, és ez így tökéletes. Szóval fehér body, ez a nadrág, ez... Zarás, egy ilyen szivarnadrág, tudjátok, ilyen szűkülő fazonú, és ezt a Gino Rossi bőrcipőt venném fel hozzá, ami nagyon illene, egy kis fekete táskával, hajamat valószínűleg egy kis hagymába tenném, és az egyetlen dolog, amit ezen a szetten variálnék, az valószínűleg a felső, hogyha nem lehetnek ki a vállak, akkor egy picit ilyen elegánsabb rövidújú, nem csak egy ilyen fehér kis t-shirt, úgyhogy ezen az irodai szett. A következő, hogy mit vennék fel egy babaváró bulira. Na most a további információ, ami szükséges, hogy ez az én babaváró bulim, vagy másé. Mert hogyha másé, akkor követve a szabályokat, amiket megszeg a leendő anyuka vagy apuka, hogy mindenki fehérbe jöjjön. Tudjátok, szoktak lenni ilyen szabályok, hogy vagy mindenki fehérbe, vagy mindenki abba a színbe jöjjön, amit szeretne, hogy a baba legyen kék vagy rózsaszín, vagy mindenki nude-ba, vagy nem tudom. Szóval nyilván követve ezeket a szabályokat. Amúgy, hogyha nem mondanak semmi ilyesmit, és én csak vendégként megyek, akkor vagy egy ilyen natúr színbe mennék, egy bézsbe, ami biztos, vagy megkérdeznék valakit, aki szintén megy, hogy te mibe mész, és akkor ha ő is színben, akkor valószínűleg felvenném azt a színt, amit szeretném, hogy a baba legyen. De a natúr az a biztos választás vendégként, illetve a másik verzió, hogy ez az én bulim, akkor pedig hosszas vacilálás után Adrival eldöntenénk, hogy melyik stílus legyen, mert mind a kettő nagyon tetszik nekem legalábbis, az is, hogyha mindenki színesbe jön, amit szeretnének, hogy a baba legyen, de az is, hogyha mindenki mondjuk fehérbe van, és mondjuk egy-egy ilyen kis matricát tesznek magukra, vagy ilyen kis kitűzőt, hogy kék vagy rózsaszín, de a fehér nagyon jól mutatna ilyen családi képeken, úgyhogy... Valószínűleg én magam is fehérben lennék, vagy a vendégek lennének kék rózsaszín témájú ruhákba, én pedig fehérbe Adrival, úgyhogy ez lenne az a következő kérdés, hogy mit vennék fel egy repülős utazásra. Én voltam már 14 órás repülőúton, amin rettentően fáztam, úgyhogy azóta mindig teszek be egy pulóvert, vagyis hát veszek fel egy pulcsit. Viszont legutóbb voltunk, ez mindössze 2 órás út volt, és nagyon meleg volt rajta, illetve a maszk is kellett, és ugye az fokozta a hőérzetemet, úgyhogy legutóbb ilyen biciklisortos outfitben voltam, de összetezem nektek, hogy mit vennék fel alapjáraton. Szóval most ezt tettem fel a repülős utazásunkra, olyan jól, hogy valóban mennénk valahova. Kicsit lejjebb viszem a kamerát. Szóval így néz ki az outfit, ez egy H&M-es kis top, ez egy About You-s ilyen bőszárú melegítő nadrág, a Nike zokni az maradt, mert valószínűleg amúgy is ez lenne rajtam, illetve egy ilyen H&M-es pulcsi, amiben szintén van egy ilyen zöld felirat, amit így rádobok a vállamra. Ahogy említettem, szoktam fázni, úgyhogy vagy a vállamon lenne, vagy ha elengedem a dolgot és meleg van, akkor ide kötném a derekamra, és egy csanki fehér tornacipő, amit most elfelejtettem idehozni, de még ez lenne az outfit része. Úgyhogy ebben mennék repülni. És egy újabb kis bejelentkezés, mert szerkesztés közben rájöttem, hogy brutálisan hosszú lesz ez a videó.
konkrétan a negyedét szerkesztettem meg, talán közel a felénél járok, és már 20-valahány perces a videó, úgyhogy ezt most itt berekesztjük, és a következő partú pár nap múlva érkezik hozzátok, megígérem, nem kell várni egy teljes edet, de mindenképpen két részes lesz, mert ez brutálisan hosszú, egykor a videót szerintem nem is bír el a gépen feltölteni. Szóval hamarosan érkezünk a második részre, remélem tetszett nektek ez az első rész. Hogyha igen, akkor tudjátok mi a tendő, nyomjatok egy nagy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára odalent, és mindenképpen nyomjátok meg a kis harangot, hogy jelezzen, amikor a part 2 felkerül, és írjátok meg kommentben, hogy tetszette nektek ez a féle videó, legyen még ilyen, mi legyen más, hogy mit csináltunk jól, vagy mit nem, úgyhogy kíváncsi vagyok minden visszajelzésetekre, és alig várom, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!